Miért vállalta el Bíró Antal kiállításának megnyitását? Hát azt hiszem ez a legtermészetesebb, hogy ezt vállaltam, mert nem csak ezt vállaltam a megnyitást, hanem ennek a kiállításnak a létrejöttét is. Közel 50 év, tehát egy fél évszázad az, ami összehozott Bíró Antallal. Miután a főiskolán, a budapesti képzőszeti főiskolán évfolyamtársak voltunk, és azon túlmenően is a háborús évek alatt művésztelepet csináltunk Felső Balogon, amelyiknek ő is tagja volt. Tehát ott is együtt voltunk. Azóta pedig hát a Mantoni műtermébe 6-8-szor fölkerestem már. Így a kontaktust, a kapcsolatot tartottam folyamatosan vele. És hát azt hiszem első között voltam, aki szerette volna, ha ő hazajön, és ezzel a kiállításával tiszteleg a hazának meg a városának. Bíró Antal nagyon öntörvényű művész és nagyon öntörvényű ember, aki a saját maga stációit járja. Hát azt hiszem minden művész az, de a megfogalmazása talán egészen találó Bíró Antalra nem lehet ilyen könnyen és egyszerűen összevonni, összesűríteni a törekvéseit. A személyisége az valóban olyan, amit mondott, és abból sugárzik a művészete is, tehát van egy sajátos világa, amelyik nem csak a festészetére vonatkozik, az életmódjára, a hivatottságérzésére, a barátokhoz való viszonyára, filozófiára, mindenre. Ez így együttesen valóban egy sajátos emberi, művészi habitust ad Bíró Antalnak. És az is igaz, hogy saját, abban is igaza van, hogy sajátos, hogy vannak olyan megnyilatkozásai, olyan életviteli tulajdonságai, ami nem is hasonlítható másokéhoz. Talán inkább úgy, hogy példamutató mások számára is. Ő most tudja, hogy itt kiállítása van? Hát nézze, én másfél hónap ezelőtt még beszéltem vele, és azzal a szándékkal mentem be hozzá a kórházba, hogy erre a kiállításra előkészítsem, és mindenképpen hívjam, és nem jutottunk el oda, hogy ezt tudatosítsam benne, olyan rossz állapotban volt. Azt megelőzően, mielőtt ide került a Rockbrunni szanatóriumban, Nizzában volt 2 hónapig, ott is nagyon rossz körülmények, rossz állapotban, rossz fizikai állapotban, és ez nem sokat javult a kórházban. Nehéz ezt elemezni, mert úgy fizikumában elég erős, és azt hiszem egészséges is, és lelkileg szintén, de volt benne valami hasadás, ami miatt ápolásra szorult. Na most ebben a szanatóriumban, ahol most is fekszik, ott annyira nyugtatták, olyan nyugtatókat kapott, hogy nehéz volt vele normális kontaktust folytatni. Ennek ellenére elmondtam neki ezt a dolgot, ami nem új dolog, hiszen ő nagyon régóta készült erre a bemutatóra, és ezt bizonyos ilyen apatikus közömbösséggel fogadta. Tehát én úgy könyveltem el, hogy nem ment föl egészen a tudatába ennek a jelentősége, és ez az, amire ő annyira vágyódott, és amit annyira meg akart csinálni. Tehát visszatérve a kérdés, hogy tudja vagy nem, bizonyára tudja. Tehát néhány nappal, vagy egy héttel ezelőtt még Rácz Lehel barátja még telefonon beszélt vele, akkor is említette ezt az egész dolgot, de nem lehetett vele már semmit kezdeni. Nos, én a múlt héten még megpróbáltam a Magyarok Világszövetségében Randéval beszélni, hogy valami módon hivatalosan is próbáljuk ezt a hazajövetelét, a hazahozatalát rendezni. Ő készséges volt, és örül, hogy ez az anyag ide került, de azt mondta, hogy ennyi idő alatt képtelenség elrendezni, és nem is biztos ő sem, mint mi sem abban, hogy az egészségére nézve ez nem lenne esetleg veszélyes és káros, egy ilyen 1500 kilométer utazás ide. Még akkor is, hogyha Várpolta ilyen szeretettel várja, fogadja. Bíró Antal testben ott van most, valahol nagyon messzire tőlünk. Viszont a szellemi és lelki értékei itt vannak. Mekkora értéket képvisel ez a képegyüttes, amit ma itt kiállítottak?
Hát valóban úgy van, hogy a Bíró Antal jelenségnek, ezt mondhatom, a lényege az talán itt van, vagy ennek egy szelete, egy metszete, egy vetülete, és ez majdnem olyan fontos, mint az ő személy, hogy itt legyen. Annál is inkább, miután ő 46 évvel ezelőtt távozott el a hazából, és azóta nem jött vissza, nem csak ő, de egyetlen műve sem került azóta haza. Így aztán ez egy nagyon rendkívüli alkalom, nagy ünnep, hogy annyi kiállítása volt a világon mindenütt ismerték, látták a dolgait, de Magyarországon most először kerülhet ide. Hát ugye, ahogy mondta, a szelleme tényleg itt van. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsésen válogatták az anyagot, és egy olyan metszetet tudtak szerezni az ő életművéből, amelyik, ha nem is természetesen nem a teljesség igényével van előttünk, de egy jellemző képletet ad a munkásságáról. Különösképpen azt hiszem a 60-es évek, 50-es évek vége és a 60-es évek elejének a törekvéseiről, amelyikben ez az anyag rendkívül értékű az egész világra nézve is, hiszen időrendben ez az anyag egybeesik a École Pacifique-kel, a francia tasizmussal, tehát éppen az úttörőkkel, Jackson Pollockkal, a De Koenig-gel és a többiekkel. Tehát ez nem olyan egy utánérzés, mint amit általában megszoktunk, hanem ez a kezdeményezés maga. Ezt az egészet legalább annyira, én úgy érzem, hogy legalább annyira teremtette, mint a nagy magyar társa Hantai, akit viszont az egész világ úgy jegyez, mint a tasizmusnak, vagy a lirai non-figuratív festészetnek a legnagyobb úttörőjét. Bíró Antal a festményeiben tovább él, de Bíró Antal az ember megmenthető-e még? Ha arra gondol, hogy a fizikumára, az egészségi állapotára, én ezt nem tudom megállapítani, hiszen az orvosokkal se tudtam beszélni a szanatóriumban, de ahogy én őt ismerem, és a jogázásait, az egész elméletét az egészség megőrzésére nézve, azt hiszem, hogy ezt a betegséget is túléli, és fel fog épülni belőle. Hiszen nem első eset, hogy ő szanatóriumba kerül, és én nem gondolom, hogy olyan végső állapotban volt, hogy erre ne számítsunk. Talán az életkora az, amire gondol, ami miatt nem bízik benne. Én azt hiszem, hogy föl fog épülni. Azt nem tudom most megjósolni, hogy el fog tudni jönni Várpalotára egyszer, vagy nem. De azt hiszem, hogy ezt a mostani periódust a kórházban, ezt a betegséget túléli. Ebből lehet csinálni sok minden okosat, de a szeretet és béke az életbe, a lélekbe van, a énünkbe. És ha kérdezik, ki maga, én vagyok Bíró Antal.